Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Folytatjuk a Witcher-t. Most kivételesen hétfő délután. Mondtam korábban, hogy hétfő délután nem lesznek ilyen streamek, sőt hétfőn egyáltalán nem, mert a hétfő az hétfő. De most kivételes helyzet van, és lesz szerdán is egyébként. Mert utána viszont nem lesz a hétvégén, tehát csütörtök, péntek, szombat, vasárnap most nem lesz, mert nem leszek Debrecenbe. Úgyhogy most hétfőn, illetve szerdán lesz ezen a héten, de igazából semmi különös, csak kicsit más napokon, de ugyanúgy két nap lesz. Jó, na, nézzük is meg, hogy hol tartunk. Így van. És ugye ott hagytuk abba a Witchert, ugye a sztorival, hogy tulajdonképpen megtaláltuk Dandelion-t, és elmondta azt, hogy igen, találkozott Ciri-vel, beszéltek is, stb. De hát már nincs itt. Tehát tovább ment. Ha jól emlékszem, azt mondta, hogy fogalma sincs, hogy hova, mert ugye csak simán elteleportált, ugye ott, amikor menekülni kellett a Witch Hunterek, pontosabban a Horsen Juniornak az emberei elől, és egész egyszerűen elteleportált. Hát ugye nem tudjuk, hogy hova, úgyhogy a sztori szerint most az következne, hogy megyünk Yennefer-hez, Skellige-re, és megkérdezzük, hogy ő találta valami nyomot. De egyelőre nem ez fog következni, ugyanis ahogy a címből is látjátok, most Witcher felszereléseket fogunk keresni. Ugye erre vannak ilyen külön questek, na most igen, itt a Treasure Hunt részbe vannak ezek a Scavenger Huntok, és akkor tudunk ilyen különböző schooloknak a felszereléseit összegyűjteni tulajdonképpen, pontosabban a diagramokat, tehát a blueprinteket vagy tervrajzokat, ha úgy tetszik, összegyűjtögetni. Hát nyilván ezek közül azokat fogjuk most megcsinálni, ami hát egyrészt megvan ugye a küldetés, küldetést hogyan lehet felszedni, térképeket kell vásárolni sima merchantöknél, vagy tehát ilyen árusoknál tulajdonképpen, vagy blacksmitheknél lehet kapni ilyen térképeket, és akkor azok adják meg nekünk ezeket a Scavenger Hunt questeket. Nyilván ezeknek a küldinknek van valami sztoria, ezeket majd nézzük folyamatosan, hogy mi is itt a sztori mögött. De tulajdonképpen itt az a lényeg, hogy ilyen diagramokat kell gyűjtögetni, és azokat majd Kovácsnak ki lehet kraftoltatni. Tehát el lehet készíteni, nyilván ez majd kell nyersanyag. Elvileg van nyersanyagunk bőven, legalábbis így a kezdeti szintekhez, aztán majd ilyen 3-as, 4-es szinthez már lehet, hogy nem lesz, de majd akkor gyűjtögetünk. Jó, egyébként is ilyen 3-as, 4-es még nem is biztos, hogy tudunk majd csinálni. Na most nagyon fontos, hogy ugye csak olyanokat tudunk, ami Velembe meg Novigradba van. Tehát látjuk, hogy itt van Skellige-s meg Kaer Morhen-es, azokat nem fogjuk tudni most még csinálgatni, mert nem vagyunk ott. Ugye? Szevasz Caprioli. Üdvözöllek. Jó, tehát ezeket fogjuk most csinálni. Mondhatnám, hogy ez ilyen side quest, de igazából ezek kellenek. Az az igazság. Mondjuk nem lenne muszáj, mert azért menet közben lehet találni nagyon jó kardokat, meg pajzsokat, de én szeretem az ilyen Witcher felszereléseket használni, mert mindegyik ad valami pluszt. Na most, ugye New Game Plus-ba vagyunk, tehát igazából nekem megvan mindegyik iskolának a Grandmaster szettje. Tehát látjátok, például most a Bear School van rajtunk, ugye ez az Ursin páncél, pontosabban armor, illetve Ursin kardok. És ugye ezek adnak valami pluszt. Látjuk itt a kiemeli nekünk itt a zöld részen, hogy itt a Quenre ad egy kis buffot, meg illetve így van, így. Tehát egy kis buffot ad a Quen szájra tulajdonképpen. Mindegyiknek megvan a maga buffja, amit ad ugye a karakternek, ezért szeretem én inkább ezeket gyűjtögetni. A többi az inkább csak ilyen alap, egy-két kivételtől eltekintve, ami ilyen nagyon spéci. Na, mindegy. A lényeg, hogy ezek itt megvannak nekünk, és látjuk, hogy ez mind, nekem mindegyik Grandmaster szintű. Ugye, hogyha
most megkeressük a következő diagramot, és ki akarjuk raffrotatni, akkor a New Game Plus miatt az már legendary szintű lesz. Tudok is egy ilyet mutatni, például a, ugye, még White Orchardban meg lehetett találni a Viper Skull Gear kardokat. Hát ugye csak a kardokat lehet, és látjuk, hogy itt már itt van a következő szintje, és ez már a Legendary Viper Silver Sword. És ugye mindegyikben a Legendary lesz a következő szint, és aztán utána jön még azt hiszem négy vagy öt plusz szint. Ugye a legmagasabb szintet, ha jól emlékszem, az csak Tűzhamba lehet megszerezni, tehát ugye Grandmaster is csak Tűzhamba volt. De mindegyiknek megvan a maga megfelelője, szépen ez így lépegetni fog. Ezekből a Witcher gírekből a következő a Legendary lesz. Na most ahogy itt látom, hála az égnek, hogy nagyon spéci cucc nem kell a Legendary-hez. Ennek azért annyira örülök, mert így akkor fogunk tudni haladni velük. Jó? És egyébként itt van a Legendary Viper Steel Sword is. Jó. Na most ez a sethez, az armorok, ha jól tudom, majd a Hearts of Stone kiegészítőbe lesznek. És ott majd nagyon kell figyelni, mert ott ilyen questekbe lehet megszerezni majd. El lehet véteni, hogyha nem figyelünk oda. Jó, na úgyhogy ezt fogjunk ma csinálni. Nem tudom, meddig fog tartani. Most ezt a streamet olyan hosszúra nem tervezem, mert van egy-két egyéb teendőm. De szépen csinálgatjuk, és jutunk, ameddig jutunk. Na, úgyhogy én azt javaslom, hogy haladjunk javasolt szintek szerint. Ugye a Wolfot nem tudjuk ma szkermoleni. Ugye Skelligéset nem tudunk, bár ezek inkább csak a magasabb szintűek itt. Még nyilván figyelünk arra, hogy ilyen 86, tehát ugye 66-os szintűek vagyunk most, 86-os szintűt nem fogok csinálni, ez biztos. Hanem szépen menjünk javasolt szintek szerint, hát ez a legalacsonyabb, úgyhogy akkor csináljuk ezt a Griffin Skull Gear-t egyelőre. Jó, és ez valahol Novigradban van, hát hogy itt velem be. Oké. Nézzük akkor, hogy még a questre ránézünk. Jó, hát ez egy George nevű Witchernek a felszerelése valószínű. Úgyhogy ezt kell megkeresni, hát kezdetnek meg kell találni a sírhelyét George-nak. Na, hol javasolja? Ugye, hát kell haladni. Itt van, hát ide Downwarrenbe akkor elfesztrevelünk, és ott lehet, hogy el is tudunk pikkelni egy pár kontraktot. Szerdán valószínűen kontrakteket fogunk majd csinálgatni, arról is beszélek majd hamarosan. Na jó, akkor csapassuk. Ennyi szövegelés talán elég volt felvezetőnek. Csak irány Downwarren. Beügetünk ide, meg csak megnézzük a hirdető táblán, hogy van-e valami. Aha. Hát ez csak az a Blood and Wine kiegészítőnek a küldje. Mindegy, leveszem, hogy ne zavarjon. Ugye ez a Tűzhani kiegészítő tulajdonképpen. Erre hála az égnek át is rakta. Itt vagyunk. Jó, hát ezt majd minden után csináljuk meg, tehát végeztünk a main story-val, azután fogjuk ezt megcsinálni. Majd valamikor, ha odaérünk. Igen. Oké is. Na menjünk. Go, go. Amúgy Capriolégen kicsi XP grind is lesz majd. Nyilván ezek a scavenger huntok is adnak valamennyi XP-t, de itt alapvetően a felszerelés a lényeg. Rogue.
Slow now. Whoa. Faster. Nem egyszerű trócsal navigálni. How you like that silver? Annyira nem volt fenyegető, haladjunk tovább. Ilyen endregek. Arra megyünk rócsa, hogy nehogy szívinfarktus kapjon. És akkor adunk a szájuknak. Sokan vannak. Gerált. Jó lesz. Oké. Ennyi. Jó, és gyűjtögetjük a mutagent, mert az nagyon fog kelleni. Majd a buildhez. Ki kellene maxolnunk azt a részt, ahol mit a genek kellenek. Na, keressük meg ezt a sírhelyet. Aha. Jó. Oké. Elvileg itt vagyunk. Might wanna look around some. Lootolgatunk, hogy nehogy valamiből kevés legyen. Hát menjünk fákjával. Gyanús ez a repedés. Igen, arra kell tovább menni. Na, itt van valami.
létező dolog is. Meg ráadásul föl is adom. Jó. Hát akkor itt átszaladunk. De nem jöttök? Hát jó. Kicsit hílelünk. Itt is árda kell. Így van. Jó. Hűha. Mara is off. Aha. Könyvek. Ez a Slaughter of Sintra, ugye ez volt a első évben, első évadban a sorozatban. Hát gyakorlatilag ugyanez volt. Pontosan ugyanez volt. Nyilván nem véletlenül. Jó. Egy sör nem árthat. És itt a diagram. Legalábbis az armor. Így van. És van itt egy zsurnál is. Nézzük. Tehát alapvetően egy sárkány miatt hívták. Vagy hát nem, egy sárkányról pletykáltak. De egy valamilyen ilyen hajó törések miatt hívták végül is, de aztán megoldotta ezt a rejtélyt, és sietett vissza a sárkányhoz. Jó, hát valamilyen munkások behúzódtak a valamilyen barlangba, vagy ilyen eltén katakombákba, és ott vészelték át ezt az időszakot. Na, és akkor itt, hogy a szemtanúk, hogy mekkora volt, hát ezt most át nem számolom nektek, fogalmam sincs amúgy. És egy zöld sárkány volt. Oké is. Jó, na és akkor ugye mennünk kell tovább. Ugye ez a Scavenger Hunt, ez tulajdonképpen ilyen, hogy így menni kell. Rá is nézek gyorsan a térképre, hogy haladjunk.
Aha. Tehát itt van egy, meg itt van egy. Hát mindegy, menjünk ide először. Ja, menjünk oda először. Van egy kérdőjel is, ott lehet, hogy valami kis arcot is eszközölni kell majd. Várjunk, menjünk hamarra, hát ott, itt még van valami, ha erre jövünk. Vagy itt máshova lyukodunk ki. There's something here. Need to use the eye. Ja, itt egy illúzió. Ah. Jó, följöttünk a hegyre. Ott egy place of power. Hát, próbáljunk oda fölmenni. Tehát a hegy oldalon. Oké, és csak ezt el is pikkeljük. Place of power. Should draw from it. Kapriol, én erre nem emlékszem. Lehet amúgy. De szerintem az, ha más helyszín lenne. Hát ott van egy Vivern, az biztos ott repked távolba. Hát a fene se tudja. Na jó. Keresünk egy fast travel pointot. Mondjuk az tökéletes lesz. Nem kéne lezuhanni a hegyről. És itt respawnoltak az endregerek? Hogy ez túlölte. Na mindegy. Jó, menjünk tovább. Oké, és hát... Jöjjünk ide az akasztott emberhez, és megnézzük ezt a... Egy akasztott emberek fájához, és megnézzük ezt a kérdőjelet, hogy micsoda. Micsoda kép fogad. Jó. Itt van közel, menjünk gyalog. Hát monster, de... Nekkerek. Na jó, csináljuk, ha már itt vagyunk. Ebb-utóbb úgyis meg kell csinálni. De itt állom a nekkereket amúgy. Jó, sokan vannak ráadásul. Hát ha... De az a baj, hogy... Hát igen, ez... Hát csak dob egy mutagent, de nagyon keveset. Az a gond. Most még elég jó dolog. Fölhílelünk. És akkor itt a cucc. Hát itt is van egy diagram. Kis nyersanyag. Igazából a semminél több.
De itt szerintem bent még lesz. Nem, itt szerintem be kell menni a barlangba. Majd mentünk, és akkor bejövünk, megnézzük, hogy mi van még itt. Itt is van. Oh. Hát ez egy spoiler. Azt kell, hogy mondjam. Ma akkor ez gyakorlatilag meg lesz most így. Hát nem baj. Megvan. Az a lényeg. De ezeket még nem akartam most megtalálni, de... De megvan. Minél majd azért elolvassuk a... Ha... Elolvassuk a hozzátartozó sztorit ettől függetlenül. Szerencsére olyan nagyot nem lépnek azért. Kis nyekkerek. Még nem is olyan nagy szintű. Oké. Jó, itt van. Na és akkor itt van-e valami cucc? Hát van. Még jó. Itt is van fönt. Gerált. Kösz. Ugor föl, légy szíves. Itt is van egy diagram, kis nyersanyag. Jó. Ja, erről jöttünk. Hát itt nincs semmi. Lehet, hogy ennyi volt egyébként. Tetszulc. Még van egy láda, ó, nagy rúnakő. És szerintem ez ennyi is. Elvileg. Jó. Na, hát akkor menjünk tovább. Hát ez most meg lett hamarabb ez a Ursin Legendary páncél, de hát ez van. Jó. Winds howling. Köszönjük, Geralt. Megyünk tovább. Ránézek a térképre. Hát itt van egy ilyen Person in Distress. Nézzük meg ezt is. Csak ránézek, mert itt ugye emberek szoktak lenni. Steel Sword javító van. Oké. Jó. Na, menjünk. És itt van nagyon közel. Így van. Az igen. Mekkorát elmitőd. Jó, mindegy, megvan a kulcs. Hílelünk, kiszabadítjuk itt a... ki fogságban van. Aztán... meditálunk egyet, hogy legyen puting. Kinyílik. Na, mi az ki?
összehoz. Szívesen amúgy. Jó, menjünk is innen. Nem feltétlenül akarunk most itt az időt húzni ilyen banditákkal. Jó, és akkor ide jövünk. Hát, ejtsük még ezt útba. Már úgyis. Úgyis itt vagyunk. Háború is újtotta velen. Hűha. Nem go, go. Ó, itt meg egy medve is itt van. Haladjunk. Kösz. Monsters Nest. Hát nézzük meg, milyen szörny van itt. Nekkerek. Áll az égnek. Igen, ezek így a földből ugrálnak elő. Hárman vannak. Na gyertek. Jó. Oké, és ennyien voltak. Reméljük. Reméljük megérte. Mondjuk tudjuk nagyon, hogy mindig megéri. És itt is volt egy diagram. Necker's surface here. Itt van a fészek szerűség. Jó. Mehetünk is tovább. Hello, úgy hitt átugrik. Majdnem. Ajajaj. Aha, ez itt lesz ebben a... Faster. ...várban. Hát én nem egyik gyalog, lehet jobban járok. No offense, Roach, de... Jövök gyalog. Itt van egy Endrago. Jó sikerült. Eddig jó. Oké,
az igen. Szuper. Menjünk tovább. De úgy nem látok semmit. Majd kapcsolunk villanyt. Hopp. Már van pár láda. Hát igazából nyersanyagok. Na, két relik kard. Ezt mindenképp visszük. Jó. Átkutatjuk a helyet. Itt van valami. Srácok, teljesen világos. Jó. Ezt elfogadom. Majd lefordítjuk valakivel, aki esetleg érti ezt a nyelvet. Ha, itt föl lehet jönni. Úgyhogy jöjjünk is föl. Hát meg lehet, hogy itt nem is kell a fákja. De azért... azért legyen hátha. Itt is vannak ládák. Oké. Hát ez loot. Meg, sima. Semmi különös. Menjünk is tovább. Minden tiszta pókháló. Valami már itt vinyog fölöttünk. Árpien. Jó. Ezek is meg, ezek eléggé milyen idegesítőek lesznek majd. Our bees got their nest here. Ah, itt is fészek. Hát akkor ezt is lebontjuk. Mutagenek nagyon fognak kelleni. Nyílelünk egyet. És benézünk ide. Így van. Oké, és van itt egy irat. A George Witchernek a vallomása. Nézzük. Tehát ez a... tehát direkt vezették sziklának ezeket a hajókat a világító toronyból.
Ezek a Night Raid-ek okozták, félrevezették a hajósokat. Vagy legalábbis ő ezt mondta. Igen. De nem talált ilyen Night Raid aktivitást a George. De se Noon Raid, semmilyen. Hát igen, és a világító toronynak a... Van, hát az ott lakó okozta, a világító tornyos fickó. És így rabolták ki a hajókat. Elfogadjuk, oké, és itt van nála a Steelsford diagram. Még van itt egy levél is, erre is ránézünk. Jó, hát ez most nem olyan érdekes, úgyhogy menjünk is tovább. Oké is. Jó, hát akkor ez, itt a Steelsworldért jöttünk. Menjünk is tovább akkor a ezüst kardért. Végigjártunk mindent elvileg. Hát közben be is sötétedett. Na lássuk, hova kell tovább menni. Ide a hegyire. Jó van. Hát akkor ide át fast travelünk. Szerintem meditálunk reggelig. Sötétben nem szeretek menni, mert nem látok semmit. Na. Ja, ez nem rúcs. Más lovát meg ne kössük el. Volt ebből elég sok problémám a Red Dead Redemption 2-ben. Hűha. Nem tudom, merre kell menni. Ja jó, erre. Most már akkor ezeket a HP-ákat leszedjük. Na.
is megvan. Itt lootolgatunk. És akkor menjünk. De csinos kisvár. Aha. Oké. Sehova. Jó. Ez is megvan. Na, és akkor ha jól látom, ide kellene bejutni, de itt föl van emelve a dolog, meg valami dünnyög is. Na, az ott. Azt hittem víz van alattunk. Semmi baj. Lehet, amarra kell ugrani. Ott se víz van. Na jó, akkor lemászunk valahogy. Így sokkal kultúráltabb volt. Magic. A place of power. Jól gondolom, hogy ezek drownerek. Mert akkor beteszünk valami jobb nyilakat. Hát még sok nincs belőle, de nem baj. Úgyhogy megvárjuk, hogy fölhílelődjünk, és akkor beugrunk a vízbe. Mert akkor ezek szerint itt alul van valami barlang, amin keresztül be lehet jutni. Sebez valami nagyon. Hűha. Halak is megőrültek. Hát haladjunk. Megesznek vagy a halak, vagy a drámerek. Úgyhogy haladjunk. Ki meg nem jönnek áll az égnek. Jó, akkor haladhatunk. Lehet így is szedni.
sem ez rajta. Hát akkor most mit kéne csinálnom? Itt elcsorognom, mint egy... Még meg nincs semmi. Jó, megpróbálok tovább, de hát igen, nem tudok lemenni, amíg az agrót nem veszi le. Na hát, ha most elmennek. Jó, gyorsan, amíg nincsenek. Oké, és itt a... Itt tudunk kimenni. Hát igen, Caprioli, ezen fura, hogy... Hogy miért, de... Na mindegy. Jó. Benézzük, hogy van-e a loot. Azért van. Ezt szépen kiszedjük. Ezeket vagy eladjuk és lesz pénzünk, vagy szétszedjük. Itt is van egy diagram. Majd meglátjuk. Mire szükségünk lesz? Pénzre biztos, hogy lesz. Na és akkor ez a várnak itt vagyunk belül, és itt tudjuk leengedni a csapuhajt. És majd itt tudunk kimenni, de még nem megyünk ki, mert... Ja, erre jöttünk. Mert még föl kell mennünk a toronyba is. Menjünk. Hopp. Egy napló. Jó, nem olyan érdekes, viszont itt vannak jó cuccok. Relic card. Ez azért nem rossz. És akkor itt vagyunk a tetőn. Jó. De hol voltunk? Gyanús nekem, hogy nem. Mert itt kéne lenni a diagramnak. Lehet, hogy akkor valamit elvétettünk. Hát erre nincsen. Itt sincs semmi. Itt a toronyban biztos nincs. Valamit nem veszünk észre. Hát itt semmi nincs. Na. Itt meg már ki lehet menni.
sincs semmi. Itt meg a... Itt meg már jövünk le a barlangba. Itt meg már azért nincs semmi. Hát ide is kiszedtünk mindent. Elvileg innen is. Igen. És itt fönnfele már nem lehet menni. Hanem itt kifele kell menni. Ja, most látom, itt van egy létre. Oké. Okay. Ah, köszi Caprioli, pont észrevettem. És itt is lesz valószínű a... aminek itt kell lennie. Így van. És akkor ez a Legendary Griffin set az teljes is. És még adott hozzá ilyen crafting notes-ot, hogy hogyan kell ezt kikraftolni. És akkor ezzel ez a scavenger hunt, ez készen is van. Hát akkor ez megvan. És akkor most meg kéne csinálni a, ennek a level 2-jét, vagy level 1-et, hát az update-et tulajdonképpen. Ami ez. Így van. Jó, hát különösebb leírás nincs hozzá, csak talált egy térképet Geralt. Jó, nézzünk rá a térképre, hogy ezek merre vannak. Hát jó, sok-sok kérdőjel, az mindig veszélyes. Itt van Crossbirch mellett, szerintem ezzel kezdjük. Ugye ez a nadrág. Meg itt van egy nem messze is. Hát akkor lehet, hogy inkább ide jövünk előbb, ha már ez itt van közel. És akkor megnézzük együtt ezt a kérdőjelet is. És itt hát, ha lesz valahol egy fast travel pont. Jó, na hát elvileg ez itt van közel, de... itt a hegyvidéken lehet, hogy kell menni egy kicsit. Úgy menjünk. Hát lehet, hogy úszva lenne a legegyszerűbb. Ja, hát mondjuk először ide eljövünk. Jó. Gyerünk. Hát ez a láda. Így eldobva ide. Itt kinézek, de szerintem itt biztos, hogy nem tudunk átmenni. De, ne tudunk menni. Azért mentek. Hűha! Ennyi? Hát, ott még vannak. Jó. Hát ők most nem figyelnek rá. Akkor meg kéne csinálni ezt a... Meg tudjuk, nézzük meg. Hát 75-ös szintű. A baziliszkek nagyon egy szívás tud lenni. Thank you.
levágtuk. Na, és akkor mit őrzött? Jó. Ezek a nagy rúnakövek, ezek mindig jók. Na most már csak azt lenne jó tudni, hogy hol vagyunk. Hát itt tehát megyünk. Úszunk egy kicsit. Ja. Pont át tudunk menni. Lehet, hogy így úszva gyorsabb, mint lóháton. De mindenképp egyszerű. Átkatinkázunk. Van valami romos építmény. Na és itt a jel. I wanna look around some. És akkor itt kéne valahol körülnézni, mert majd itt kell körülnézni, mert itt van a valahol a cucc. Gyaníthatóan egy ládába így eldobva valahova. Van itt valahol egy állatkő is, ahogy hallom. Egyelőre még mondjuk nem látom. Ó. Oh. Itt is van. Látjátok is, akkor a Legendary-nek az upgrade-je. Tehát az első upgrade-je, ez az Enhanced Legendary Griffin Boots. Hát és akkor mondom, utána lesz Superior, meg Master, Grandmaster, hát majd meglátjuk. De ez akkor az update-ja a dolognak, vagy upgrade-je. Jó. Hát csak egy Weaver. Itt mi van? Hát ilyen bandit camp lehet, de nem nagyon vannak itt. Jó. Na, menjünk tovább. Hát jöjjünk el erre. Megnézzük ezt a kérdőjelet, aztán ha addig nem találunk fast travel pontot, akkor lemegyünk az inbe. Ja, ez egy... Ah, értem. Ez egy ilyen névgárdi őrállás, vagy hogy is mondjam. Hogy azon már Redania. Jó. Jaj, nem erre. Menjünk tovább. Winds howling. Köszönjük, Geralt. Muszáj volt belénk ötöd. Idegesítő kis nekkerek.
itt vagyunk közel. Na, a kérdőjelhez. Lehet, hogy ez egy ilyen bandita... bandit campus, így van. Úgy érzed? Ó, itt is van egy jó utas. Hát, rohadt nagyokat ütnek. Szevasz, Ninja Rákun. Na nézzük, mi volt itt. Hát jó. Nem azt mondom, hogy nem vagyok lelkes, de... kicsit többre számítottam. Na, és akkor... megyünk itt lefelé délnek. De az inbe. Mert... ott van Fast Travel Point, és akkor onnan tudunk tovább menni Crossbirch-be. Tehát a kis kerten. Jó. És akkor ide. Meglátjuk, hogy itt mi lesz. Nádason. Nem tudom, valami elhagyatott épület. Hát, elhagyatott, hát... lerombolt. És akkor valahol itt lesz a cucc. Might wanna look around some. Na nézzük. Mintha az ott egy láda lenne. Így van. És itt is van a nadrág. Szuper. Szuper. Jó, szerencsére itt van egy Fast Travel Point, úgyhogy mehetünk is tovább. És akkor ez pedig a kard, a acélkard upgrade lesz. Hát elmegyünk innen Midcopsból. Kell rócs, mert ez messze van. How you like that silver? Semmi ilyesmi. Most nem combozunk.
ez meg itt lesz. Mint ott látnék egy Józsefet. Ja. Bad idea. Ezek meg kalózok. Az igen. Ajjaj. Hát lehet, hogy meghalunk. Ez csalás ide beállni. Mondjuk még lehet, hogy így is meghalunk. Hát még se haltunk meg. Viszont túlterhelődtünk. Pár ilyen vacskot eldobunk. Fognak ezekkel lenni. Jó. Might want to look around some. Jó, Zsi. Ezt akartam. Mármint mi nincs a rákon. Mi fut le mindenki agyába. Elvileg itt van egy láda. Ennyi. Ennyi volt itt a Pirate Camp. Nagyon sovány. Nem baj, visszajönk erre. Itt lesz valahol a építménybe a dolog. Gerált. Kösz. Aha. Tehát, hogy föl kell mászni. A fene se tudja. Ó, ott van egy láda. Na, akkor azt fölvesszük. Így van, meg is van. Meg is van. Ja, mégse haltunk meg, de túlterhelődtünk. Hát igen. Jó, és akkor ez is megvan, ez a part van. Ja. Na nézzük meg ezt a Griffin Skogírt, hogy mi van még. Ja, itt a part 2, és ez meg az armura, kesztyű, meg a ezüst kard. Hát a többi, magyarul. Igazából. Jó, akkor ezzel folytatjuk. Viszont előtte újra töltődünk. És akkor nézzünk rá, hogy merre kell menni. Jó messze. Jó, menjünk vissza Midcopsba, és akkor onnan ugrunk Oxenfordbe.
Come on, Roach. Legyen ez. Hát végül is úgyis úsznunk kell. Már itt is vagyunk. Na mi van itt? Kirok troll. Kiválom. You mens! Here, Redania Camp Army! No cross, no boat steal! Redanian Army? Where are you hiding them? In here! Me! No see mens? Join me, King Ravodid Army! Order God, God boat steal! Vigyázni kell a hajóra. Boats are in pretty bad shape. Me, guard boats, Red say. But no wood for to make a fence. They're boats, I. So, me, fence, make a boat. Boats, guard boats. Why'd you join the army? Someone recruit you? Crewed? No crewed. Come good soldier mans, say charger man, wants boats. Peasanters, they steals peasanters' boats. That's literal, dunno. Think I do. Redanian seized some peasants' boats. Thought the peasants might try to take them back. What happened next? Charger man go. Soldier mans drink and sing. Not sing. Listen, troll. Buff. Come, peasanters, swing sharpie sticks. I help one army. Runner to runner. Holler, peasanters. Holler, soldier mans. Gentle. Move them apart. But all lie down, soldier mans do. But order had me watch boats. And watch I. Trollololo soldier man now. Trollololo just sing too. You for sing you? No thanks. Heard you earlier.
But listen, where are the bodies? Don't Most már, mivel jó is Soldier Man, ő is tanul, énekel. No waste. Peasant is good food. Soldier Man friends. Not so good big stew. Always good. Guess I understand. Oh, szavaz, Paro. Wartime rules. Köszi szépen. Man's soldier man too? No. Tra-la-la-la. Makes man soldier man. Tra-lo. Chargy man. Say, bring paint. And man brings paint. Paint? What are we talking about? Paint! Paint! Red colory? White colory? City gods? No city go. Tra-la-la. What boats? Tehát kellene neki festék. Fine. I'll try to find some paint for you. Good mans! Redani army. No service forget. Igen, ezt szerintem meg kell csinálni. Mert amúgy nem tudjuk elvinni a cuccokat. Ugye itt van valahol a diagram is, ami nekünk kéne. És hát ő itt őrzi a cuccot. Á, de itt van fast travel, jó. Szóval be kell mennünk és hoznunk kell neki festéket. Vöröset és fehéret. Gondolom festeni akar ilyen Redanian színre. Így van, trollololololó. Úgyhogy itt a piacon veszünk neki festéket. Meg ránézünk itt a... Hű, a... Ha, érdekes. Ez arról a trollról szól, hogy veszélyes lehet. És ez egy kontrakt arra, hogy megöljük. Vagy ez csak egy hirdetmény. Mindegy. Jó. Itt van egy szörny, ezeket majd megcsinálgatjuk szerintem. Szerdán elkezdjük. Oké, és ezek is. Hát itt van egy Gwentes. Oké, jó. Megcsináljuk majd őket. A Gwenteset nem, de... Na és akkor itt lehet elvileg... Valakinél. Let me see. Might pick something. Jó volt, para. Nekem tetszik. Itt a festék. Tehát, hogy a Command & Conquer milyen volt. Nekem tetszett őszintén szólva. So long. Tehát ez a remaster, ez elég jó sikerül szerintem. Igazából újra rajzoltak minden textúrákat, épületeket, egységeket. Viszont, úgymond a hangulat rovására nem ment. Tehát nekem ugyanazt a hangulatot idézte, mint akkor. És szerintem az elég jó. Hát maradj ilyennek, hát sok mindenki mást is. De hát péntek óta elérhető a game. Private Snake, report on order. Itt a festék. Just so happens I have some paint on me. Oh! 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 Uh-oh. Csoda, hogy örül? What's the matter? Has paint, but how? Dunno. Nem tud festeni. Might be a problem. Man's hell no! I order! Man's nose! I guess I do. Depends what? Birdo colory! Redania Birdo!
shields like. Guess I can give it a shot. Fashion. Beautiful. Pretty Birdo. Think so? Kiváló. Mondjuk így én is tudok festeni. Kaptunk pár cuccot. Ez volt, ugye? Megint sok cucc van nálunk. Hát ezeket a vackokat kidobálom. És akkor itt úgy kéne lootolni, hogy szerintem nem szabad megölni a trollt, vagy hát tudom én. Elvég valami fancy ládában van. De hát a fene se tudja. Na és pont itt van a troll mögött. De ránk támad, vagy nem? Oké. Viszlát! Jó, na. Itt a semmi közepén. Nem, semmi olyasmi. Az igen. Itt kell fogadni az embert. Szóval ilyen art stream biztos nem lesz, mert egy lovat nem tudok lerajzolni. Semmi gyakorlatilag. Fakezű vagyok. Szép ábrákat tudok rajzolni, ilyen lineáris fa, meg ilyesmi. Elvileg megjöttünk. Ghoul's nest. Mondjuk az még a jobbik vége. Nem szeretem a ghoulokat, de... mondjuk a nekkereknél biztos jobban. No uniform, no boots. Clearly not a Nilfgaardian soldier. Someone from the village nearby. Faluból járnak át ide emberek. Hopp! Hát, ez ennyi. Ezek szerint. Akkor mehetünk is. Lehet, hogy már lesz ide egy kontrakt később. És akkor már csak egy van, az meg kell messze. Se baj. Hát pár kérdőjárt lehet útba ejtünk. Ezt itt, ezt ugye nem tudjuk. És valahol erre eljövünk majd. Hát ahogy sikerül. Olyan van amúgy.
A fraktár rajzoló stream. Hát YouTube-on fent van. És neked is mondom, para, hogy a YouTube-on fent van a tegnapi Commander Conquer. Hát ha már itt vagyunk, ezt csináljuk meg, nem? Kis boss fight. Iránk szólt. Jó, és visszük a trofit. És megint túlterhelődtünk, de mitől? Hát el kéne menni majd eladni ezeket a vackokat most már. Mindegy, úgyis megy majd Crossbirch-be. Majd eladjuk. Hát ezt meg majd elkérjük a pénzt érte. Csak ha már így belefutottunk ebbe a kontraktba, akkor és kitette a Wyvern trofit. Bónusz XP, mondjuk az nem árt. De várjunk, van-e más trofi esetleg? Ja, meg itt egy csomó szedől, ezek is rohadt nehezek. Nem. Bónusz XP emberek és nem emberek után. Hát akkor inkább áttesszük ezt. XP az kelleni fog. Hát lehetne Numbrace is. Mindegy. Nice raid. Jó, menjünk. Hol van még itt kérdőjel? Az. Oké is. Akkor most oda megyünk először. Fast travel point. És idehozott ehhez a híthoz. Aha, ezek meg emberek. Ez ott éppen pisel? Kapta. Jó, ez is megvan. Akkor itt van valamilyen felszerelés. Oké, mehetünk is tovább. Most jöjjünk ide, nézzük meg ezt a kis falut, elvileg ezt meg tudjuk nézni, de ugye a fához nem tudunk még fölmenni. Tehát azt hiszem csak egyszer lehet fölmenni. Hát itt van egy treasure, majd eljövünk érte, tényleg nem akarom, hogy nagyon elnyúljon a dolog. Farkasok! Van valami Wyvern is. Ah, ott van. Hát vele most nem foglalkozunk. Remélem nem sértődik meg emiatt. Any shortcuts? Aha, akkor lehet, hogy
Nem erről kéne. Igen, vissza is dobott. Hát ez nagy szívás. Onnan kéne oda átmenni. Hát, vagy hajózzunk innen. Ha jó, átjövünk. A map széléhez értünk. Pontosabban olyan részhez, ahol még most nem mehetünk. Jó, hát mindegy. Akkor elmegyünk innen hajóval. Ja, itt is elpikkeljük, ha van valami üldi. Van egy hirdetőtábla is, meg fast travel point is. Na és itt van egy, ez a, szerintem ez az a kontrakt, amit megcsináltunk a Weavernél, hogy megöltük. De majd kiderül. Fogunk majd ide jönni egy küldetés kapcsán. Side quest kapcsán majd mindenki. Jó, itt van hajó. Úgyhogy ezzel elmegyünk majd a helyszínre. A helyiek. Na. Csapassuk. Csak bejelölöm, hogy... Hát valahogy ide kéne kikötni. Akkor ki kéne kerülni itt a középen ezt a szigetet. Igen, jövünk majd ide. Ez biztos. Meg ott látjátok a háttérben a nagy fát is. Oda is majd. De majd main quest fog vezetni. Majd a vége fele. Hát hajókázunk, maradjunk annyiba. Itt hajnalba. Van építmény. Zátonyra futottunk. Jó. Na menjünk. Itt is van valami falu. Vészekkel. Thank you.
Hűha! Egyre többen van. Most már egyre kevesebben. Oké. Reméljük ennyien voltak. Nem szeretem a részeket. Tovább. Szerintem itt lesz majd valahol. Karda valamit kell csinálni. Ez baj. Alig sertőd rá szinte. Megjavítani kell a kardomát. Jó. Hát ez azért nem volt egyszerű, de sikerült. Na, ránézek a kardra, még utána meditálunk egyet, hogy legyen potionünk. Hát igen, 47%, ez nem túl combos. Hol a javítókészlet? Oké, és nyomunk egy ilyet, meg egy ilyet, és már is 100%. Jó, opa, és még meditálunk egyet. Csak egy gyorsat. Na, és akkor nézzük, hogy mi van itt. Opa, ráléptünk itt Józsefre. Itt van egy levél. Jó. Menjünk is tovább. Így te van, itt megsír. És szerintem itt lesz bent, amit keresünk. Aha. Így is van. Itt a kesztyű. Egy kis lúti-lúti. Jó. Na hát akkor elvileg a Griffin is megvan. Mindjárt ránézek.
Aha, így van, a Griffin Part 3 jön, de az egyrészt Caligén van, meg még a szinteket kéne lépni, úgyhogy az most nem csináljuk meg, hanem majd jön a Cat, viszont előtte elmegyünk Crow's Purge-be, és megpróbáljuk kikraftoltatni ezeket. Jó. Azt hittem hallok valamit. Itt van Fast Travel Point, úgyhogy akkor oda földszaklatunk. Messzire kell menni. Na. Van. És akkor menjünk be Crow's Purge. Még szerintem felveszem a sima Griffin Armort, mármint a Grandmaster, csak hogy lássuk, hogy... Nem tudom, hogy van-e változás, tehát hogy új design van-e. Gyorsan eladok pár cuccot. Remélem ki tudja craftolni amúgy, nem sem is emlékszem. Hát ezeket eladjuk. A szedőlöket biztos. Nincs-e... Ah, csak nincs már pénze Józsefnek. Van-e valami eladó cucca? Hát, nem nagyon. Jó, mindegy, majd lesz pénze, mert ugye a craft az pénzbe kerül. Hanem akkor gyorsan elszaladok a Griffin Armort föltesszük. És akkor megnézzük, hogy van-e új dizájnja a dolognak. Na. Itt van egy stash. De várjál, ezt levesszük a... ami rajtunk van. És így megyünk. Nem így megyünk. Na, hol a Griffin? Itt a ezüst kard. Itt az acélkard. Armor. Itt a lépő. Nadrág. És... a kesztyű. Be. Így van, a kesztyű. Ugye ebből más nem. Ó, most nézem, hogy mennyi van itt nekem a stashbe. Jó, majd ezeket kiszedjük. Ezek kelleni fognak. Jó. Geralt, öltöz föl, légy szíves. Oké, és itt Griffin. Ide rakja alulra, aha. Oké, és ez is itt a Griffin. Meg itt is a Griffin. Ó, hát azért visszatesszük, mert az most mindegy. A... crossbow. Na, hát alapvetően nem néz ki se rosszul, de mondjuk ez nem a kedvencem ez a Griffin set. Nem mondom, hogy csúnya. Visszarakom a stashbe a úrszint. Tehát nem mondom, hogy csúnya, de nekem ez annyira nem tetszik. Mint mondjuk az úrszín.
Tehát ez ilyen. Ez olyan katonásabb, vagy nem is tudom. Jaj! Ezt igen, nem kéne megijeszteni a helyieket. Akkor remélem ki tudja craftolni nekünk a kolléga. Na, és akkor... így van, itt van a Legendary Boots. Monster Essence. Ja, az van, jó, oké. Igen, és ez a következő lépcső. Akkor ezt megcsináljuk. Jó. Akkor kell a Legendary Griffin Armor. Hát itt hiányzik pár összetevő, de szerintem ezt megvesszük. Hát Chest Armor belefér. Meg egy Silver Plate. Azt is megvesszük. És akkor... így van. Nézzük a kesztyűket. Ha itt kéne Monster Tissue. És az nincs is nála. Majd azt valahol keresünk. Meg van a nadrág. Ez van minden. Na most az a kérdés... Monster Tissue. Lehet, hogy tudunk majd azt dimentelölni, vagy craftolni, vagy ilyesmi, mindjárt megnézzük. Jó, akkor az armorok megvannak, a kardot meg nyilván nem itt kell csinálni, mert ő csak armor csinál, azt majd Novigradba csinálunk. Na, azt kéne megnézni, hogy ilyenünk van-e esetleg. Valamilyen szörny alkatrészből kellene. Lehet, hogy ő nem is tud ilyet csinálni. Hát ez jó kérdés. Egy olyan dustot miből lehet. Esküszöm, nem emlékszem. Itt van. Gargoyle Dust. Jó, hát egyet akkor szétszedünk. Mert ha jól emlékszem, úgyis csak így kell. Jó, és akkor visszajönk ide a craftoláshoz, és akkor mi is hiányzott a... kesztyű? Így van a kesztyű. Jó, és akkor ezt is megcsináljuk. És akkor ez is megvan. So long. És akkor ez már rajtunk elvileg a... ezt le kell cserélni. Ja igen, mert nem ezt javítja fel akkor, hanem itt van. Jó. Na hát tegyük föl. Azt látjuk, hogy javultak az értékek. Tehát látjuk, hogy 40, tehát ez 110-el, ez meg 44-el, ezek 44-el voltak gyengébbek. Tehát ez egy jobb páncél. Hát igen, ez egy kicsit furán néz ki, hogy amúgy meg sokkal bénábban néz ki. Tehát... tehát ha most... hát na mindegy. Hát igen, ez ilyen. Akkor valószínű új design nem adtak neki. És nincsenek benne a glifek. Ami nem baj, majd gyűjtögetünk. Jó. Mindegy, ami biztos, hogy ez egy erősebb armor. Jóval erősebb armor. Na, akkor azt mondom, hogy ugorjunk be Novigradba. És akkor... csináljuk meg a kardot is. Go, go!
Még megcsináltuk volna a level 2-t is, de nem baj, az majd legközelebb, következő alkalommal. Tehát az Enhanced-et is megcsináltuk volna. De nem baj, majd legközelebb. Szerintem itt a Hyrule Square-en van olyan kovács, aki ezt meg tudja csinálni. Ha csak nem, ez is armorer. Ez is armorer. De akkor még kardot mond. Willing to craft something for me? Igen, ez is pajzs. Vagy hát armorer. Jó, akkor a másik lesz az. So long. Youth these days, hair-brained, all of them. Oh my. Megfogadjunk, nem lesz itt. Nyilván, nem baj. Alszunk egyet. Vagy hát meditálunk, aztán hát ha addigra visszaér. Tökéletes. Na és akkor... Need something sharpened, reforged. De még mennyire? Like you to craft something for me. Think you can? Oké. És akkor itt van a Griffin Silver Sword. Egy silver, tehát egy ezüstrúd még kéne hozzá, de szerintem tudunk craftolni. Így van. Ó, bőven. Ja, igen. És itt van a Legendary Griffin Silver Sword. Látjátok, hogy ez 220-szal több damage-et ad. Ez rengeteg. Ez nagyon sok. Ezt meg is csináljuk. És itt a Steel Sword is. Legendary Griffin. Ez 176 plusz damage-et ad a Grandmasterhez képest. Szerintem ez van mindenünk. Ezt is megcsináljuk. Hát, Viper-t is, ha már itt vagyunk. Egyefene csináljuk meg ezt is. És akkor ezt is megnézzük. Ez meg két silver, két arany, vagy ezüstrúd kell. De fura hangzik, hogy ezüstrúd. Hol vagyunk? Itt van. És ez meg kell kettő, hát csináljunk kettőt. És akkor ezt is kikraftoljuk. Viszont lehet, hogy el is adunk pár dolgot. Ezeket a vackokat eladjuk, ha már is itt hagytunk nála egy csomó pénzt. Jó. Hát rúgna követ veszünk. Nem biztos, hogy jó biznisz, de... És akkor még eladunk pár dolgot. Ezek mehetnek, mert ezeket nem nagyon használjuk. Hát ezek mondjuk nem rosszak. Jó. Egyelőre ennyi, és akkor nézzük meg ezt a új kardot, hogy milyen. Csak betesszük. A Griffin. És ez is. Ez meg a Steel Sword. Hát igen, fura egy kicsit, hogy... Hogy ez olyan gagyibnak tűnik. De akkor valószínű a design az... indul ugyanúgy a nulláról. Na jó, hát mindegy, felszerelésünk van, és akkor még itt van nekünk a Viper is. Ugye a kettő között... Hát érdekes, hogy a
a damage-e sokkal kisebb a Viper-nek, mondjuk előrébb is van a játékba. Ja. Jó. Na, szuper, van új felszerelésünk. És akkor ahogy ígértem, még megcsinálunk egy side questet, és akkor már ennyi legyen is elég. És ez a side questhez meg el kell ugranunk Midcopsba. És majd folytatjuk ezeket a armor vadászatokat így szépen folyamatába. Ezt a küldét megcsináljuk, mert ő kérte, hogy jöjjünk el hozzá. És akkor ezzel zárjuk is a mai streamet. Hát még nem most, azért ez egy viszonylag hosszú quest, de ezt megcsináljuk. Rats, why did he need them? Bloody rodents. Better to have stuffed them with a poison or crushed them into a pulp with a shovel, but no. Did you see what he did with them? Kira, what are you doing? Geralt. Gave me quite a start. But nay, the magi says bring me rats and healthy ones. Not something the cat dragged in. This the lamp from the elf's hideout? And what's this about rats? Nothing important. I'll explain later. Now tell me, to what do I owe the pleasure? Minekel az a lamp. Why do you want the lamp? You just witnessed why. To communicate with lost souls. Didn't know you were interested in that kind of magic. There's nothing wrong with it. Mm-hmm. Why'd the elf promise you the lamp? We traded for it. He needed powerful magic and sensed I was no common wart charmer. I brewed him a potion. To delay nervous tissue degeneration, stave off memory loss or some such. Who'd he want to use it on? He didn't say. Hmm? Volt egy kérése. I did, and still do. The cursed isle on Lake Windama, you've heard of it, I'm sure. The local peasants mumble incessantly about it, about the wraiths that haunt it. They claim none who go there return. How'd it come to be cursed? That's what I don't know. I must break this spell, yet I've been unable to identify its source. Gotta know something. Scraps. The curse is somehow linked to the tower where Serard, the lord of these lands, took refuge when Nilfgaard invaded. Claims in the village are that peasants, desperate of hunger, sailed to Fyke Isle to beg for food. Met their end there. It was a massacre. So, will you please help me lift this curse? You're so good at these things. Why are you so intent on this? The local peasantry is. The isle, miss. You've got to lift the charm. You're a good witch, a great witch. There's no end to it. Uh-huh. See, I thought you didn't care for the locals. The great witch you are. I failed to lift the curse, and they could conclude I'm not so great. Not enough to conceal me from the witch hunters and risk getting sent to the gallows themselves. What others think, your image, that's all you care about. The point is, listen. I didn't flee to these wilds just to stupidly get caught because some boar with grit under his fingernails grows annoyed with me. Jó, persze, segítünk. All right, I'll help. I knew you'd find it irresistible. Naturally, you'll need to sail to Fyke Isle. Fine. What then? Well, the spirits who wander the isle, you must establish a rapport with them. Don't know how, but they could point us in the direction of the curse's source.
Think they'll be willing to chat? Of course, provided you take my magic lamp with you. I shall let you keep it afterwards in appreciation. You'll find it quite useful, I'm sure. Hát jó. Szevasz, Master of Quick Chat. Hogy működik ez a lámpa? How does the lamp actually work? I mean, do I just rub it, or do I have to do something, magical? You needn't even rub. Just place it where you find bones and hear whispers. I suppose I should warn you. It might not be the most pleasant experience. Figured as much. Tell you all about it later. Maybe skip the drastic bits. You'll need to do neither. I'll give you a Xenovox. It's a bauble that will let us speak over some distance. Egy mobil. You will tell me what you see, and I shall tell you what to do and look for. Never heard of a Xenovox. It works just like a megascope, but is far more portable. Think of it as a magic box that talks. They hard to build? Extremely. That's why they're so rare. I certainly couldn't build anything like it. So no chance these Xenovoxes will catch on with every mage using one? Not the slightest. Okay. Hát menjünk akkor. I need to know anything else before I go? No, that is all. Oh, go already. I can't wait to see what you discover on Phi Kyle. Just be sure to come and see me afterwards. And Geralt. Hmm. Thank you. Oké, megyünk, ha kitalálunk innen. Jó, ugye el kell mennünk erre a szigetre. Ide. Úgyhogy megyünk. Mert ott van valami átok azon a szigeten, vagy azok az épületekbe. Azokat kellene meg... Vagy hát... ezt az átkot... megszüntetni. Lift the curse. És innen fogunk áthajózni. Azzal a hajóval kell mennünk. Ja, a másik hajót az előbb elvittük. Na gyerünk! Melyik részére kell menni a szigetnek? De... jó. Hát igen, para látod, hát igen, a rántott hús az... az mindenek felett áll. Dránerek. Legalább kipróbáljuk az új kardot. De nem is rótfénynek. What? I can't hear. Hol lesz? What did you say? There's some interference. You must be very careful. Hűha.
Ježišiu. Jó. Ah, szuper, szuper, nagyon jó. Hát kellett már nagyon ez az új felszerelés, mert hát mondjuk ezek 58-as szintűek, de nagyon kellett már az új felszerelés. Ti is hallottátok? Mint ha valaki itt ordított volna. Jó, van mindegy. Na gyere! Jó. Működik. Ismerős ez a hely valahonnan. A bunkó hátulról. Meghalt. Hú, van itt minden. Fordult lehet, amit kéne venni, nem Geralt? Ököllel megy. Már találhatunk ilyen szellemeket is. Hát itt méhek vannak. Ez nem ugyanaz. Jó. Menjünk tovább. Oké. Itt van egy fast travel pont. Ez majd jól fog jönni. Na és akkor itt van ez a... Tehát torony. Itt már körül lehet nézni, hogy vannak-e szellemek. Ezek méhek. Ó. Te bunkó. Szabad ilyet. Az igen. Ilyen instant teleport. Én elvakultam, ő meg ég. Ez szerintem egy fair business. Na nézzünk szét itt kint. De szerintem itt nem nagyon fogunk találni semmit, hanem majd csak bent. Akkor menjünk be, nézzük meg, hogy ott mi van.
to try Kira's leg. Where's that noble? Lying here, quiet as a mouse, head split open like a rotted pumpkin. More like a peasant now, sloshing around in his own blood and shite. Be nothing noble about him. Too quick a death they gave him. Should have been made to suffer. He's not the end of it. Sons can suffer for him, and the daughter. To the top! Valami itt történt, határozottan. Itt meg van valami... szerszám. Ja, értem. Tehát itt a helyi... Lehet, hogy itt valamilyen ilyen gazdagok laktak. És a helyi parasztok jöttek kirámolni őket. Vagy valami ilyesmi. Itt is van valami. A place is full of rats. As many dead as alive. I think they're feeding on... Not Geralt, stop! You needn't be so detailed. Szerintem se. Elhisszük a nélkül is. Penciláda. Mi? Mehetünk tovább. Itt is van valami. Blood. Many must have died here. Ez könnyen lehet. Van itt valaki? Nézzük meg itt lent. Rich folk. Doubt I'll ever understand them. Keeping rats in cages like rabbits. Let them out, maybe? Like to die of hunger if we leave them there. I'd sooner burn the vermin. Releasing them's not like to bring no good. Imagine the harm they'd do if they swam back to the village. Swam? Rats? How do you figure they'd do that? You needn't fret for them. Clever little bastards. Clever than you. They seem sluggish to you. Got the mange, maybe? Oh, and that stench! Tehát itt valamilyen állatokat tartottak ketrecbe. És... hát picit lootolunk, de csak minimálisan. Legyen nyersanyagunk majd. Ezüst amúgy is kelleni fog a kardokhoz. Jó, hát itt lent más nincs, ahogy látom. Ugye? Körbe mentünk, akkor menjünk vissza föl. Én most nézek egy sorozatot, a Hunting of Hill House. Arra emlékeztet egy kicsit ez a ház, csak azon mondjuk jobban nézett ki. Tehát más időben is épült nyilván. Don't start, Annabelle! Back to your craft! Always bending my ear about fool peasants. I'll not hear of them again! That simpleton turned your head, but one Graham hardly makes the rest courtly, one and all. My lord, peasants! Don't start, Annabelle! Back to your craft! Always bending my ear about fool peasants. I'll not hear of them again! That simpleton turned your head, but one Graham hardly makes the rest courtly, one and all. My lord, peasants! They're through the door in the tower. Hát igen, itt elég nagy rumlit csináltak. De meg is öltek mindenkit. Ezek az ilyen nemesek, vagy hogy is mondjam. Nobleman. Jó, tovább. Oh,
dead any good now, will it? Strange it's still here. The noble died a time ago. Who's that? Show yourself. Anyone there? Who are you? Tehát később is visszajöttek ilyen fosztogatók. Hűha. Valami történik határozottan. Valami furcsaság. Te ki vagy? Még gondolom a szolgák laktak. Gondolom. Csoda hang. Where are you? Have you got to the laboratory at the top of the tower yet? I'm at the top. Nothing here that looks like a laboratory. Then you've not reached the highest level. Look for a passage. Someone dragged something across the floor, or dragged it from one wall to the other, repeatedly. Someone dragged something across the floor, or dragged it from one wall to the other, repeatedly. Titkos ajtó. Meg kéne keresni a kallantyút, ami kinyitja. Már ha az. Itt van valami. Egy kallantyú. És mi nyílt ki? Még itt is egy másik kallantyú. Az nem tudom mit nyit. Igen. Igen, Kira most mondta, hogy akkor még nem vagyunk fölül, mert egy laboratóriumot keresünk. És ha nincs meg, akkor még nem találtuk meg. Looks like a laboratory. Pretty well equipped too. Igen. Egy napló, második része. Megkeressünk majd az elsőt. Csak először körülnézünk. Itt valamit nagyon... Experimenting on humans. Never would have gotten away with it if the conclave were still in charge. Ilyen embereken kísérleteztek. Na mindjárt megnézzük, hogy ott mi történik, csak... Itt a napló első része. Na, mi történt? Valamint kísérleteztek, és itt azon panaszkodik az elején, hogy nem elég jók az alanyok, specimen a kísérlethez. Tehát ilyen a börtönből hozták ide őket. Csinálja a kutatást, valamilyen kutatást. Tehát valami, itt írja, hogy valamilyen betegségnek, vagy hát ilyen, hát betegségnek a, hát nem tudom, lehet a Katrionáról van szó, Katriona plégről. Ez most még nem derült ki, de mindjárt megnézzük akkor a másik részét a naplónak. Ah, és akkor itt patkányok. Ról lesz van szó.
Tehát attól félt, hogy elkapta a betegséget, hogy... Mert azon vette észre magát, hogy az egyikhez beszél. Egyik patkányhoz. Tehát a patkányok nyújtották neki társaságot. Oké. Jó. Hát valamilyen kutatás. Lehet, hogy a Katriona, most ezt még nem derült ki. Na lássuk, hogy itt mi történik. Why did you leave? You claimed to love me. I'm cold. Why has no one come for me? I cannot leave this place. I see no way out. Who are you? Do you seek to hurt me as well? Oh, semmiképp. Don't be afraid. I want to lift the curse that grips this island. Your turn to tell me who you are. The other ghosts, they couldn't see me. I'm special. Always was. The rare beauty. The Lord's daughter. These lands, as far as the eye can see, were ours. My family and I, we hid in the Major's Tower to await the war's end, the end of hard times. It was not to be forever. Major lived here. Who was he? Alexander? I hardly knew him. He spent most of his time locked away in this tower. He's dead too, you know. They're all dead. Mountains of corpses, yet I stand here alone, all alone. They've all abandoned me. Even he who promised me everlasting love. You will abandon me as well. If I can lift the curse, you yourself will be free to leave. Mi történt? Tell me what happened here. Peasants sailed to the island to ask for food. Is that true? No. They came to rob and kill. They thought us rich. Believe we'd stowed ourselves away here to laugh at their misery. Yet we had little food as well. Too little to share with those who came. They slaughtered everyone. I heard my father cry out, but the mage told me not to reveal myself or let anyone in. He gave me a potion. If I was discovered, I was to drink it. He said everything would be all right. Mi volt ez a potion? What kind of potion was it? Remember its smell? What it looked like? I remember only that I feared to drink it. Didn't trust the mage? In the village, they claimed he meddled in disease. Not curing it, but causing it. They said he lured rats into the tower, infected them with the Katriona. Katriona. Oh, rumors, surely, but I was afraid. So horribly afraid. And then I heard him. My beloved Graham. He called to me. I opened the door for him, but others rushed in. They lunged at me and... Your beloved failed to save you. Why? There were too many. Túl sokan. Leave her be, he shouted. He grabbed at them, tried to stop them. They just laughed. Did they hurt you? They gripped my arms, tore at my dress. I managed to free myself and drink the potion, and then... nothing. Poisoned. That how you died? No. Before I later awoke, I was alone, it was dark. Only there were rats everywhere. Dozens, hundreds, and I couldn't move. Sleeping potion. Effects hadn't worn off yet. You were paralyzed. They were everywhere. All over me, like insects.
My face, my hands. I felt them rip open my skin, then crawl into my stomach. They tore me apart, and I could not even scream. Have I not suffered enough? Why can't I leave this place? Találtunk egy friss. You weren't the last to die on this island. Found a fresh corpse in the tower. The island's a dangerous place. Folks should not venture here. I too wish to leave. The dead man looked like a monster had attacked him recently. The tower home to anything else? How am I to know? There's lots of wraiths here. I hear them whispering every night. Not talking about ghosts. A monster who hunts here. You must have noticed something. I don't know. I've noticed naught. Why do you ask? Why must you press me so? You're to be my savior, not my tormentor. How can I help you? A curse born of hatred binds me to this place. Only love's power can hope to lift it. But who could love a wraith? And your beloved, he dead too? Grim. No, he lives. I would know if he died. But he fled and abandoned me. Left me here all alone. Maybe you could strip the curse of its power by forgiving him. You might cleanse the isle. Ki az a Graham? Your beloved. Who is he? A noble son? No, a poor fisherman. My father. Tehát egy szegény halászgyerek. És az apja meg is tiltotta, hogy találkozzanak. I miss him so. Each night I walk to the island shore to gaze upon the village. Does he remember me still? Said before you can't leave the tower. Did I? You must have misheard. I don't think so. I don't know anymore. It's all a nightmare to me. As I see it, you're the curse's focus. The other ghosts on the island, their auras aren't nearly as strong as yours. My medallion started pulsating as soon as we started talking. I don't know what you mean, but you do seem to know some things. You could be right. My fate is tied to the isle, I feel that. Perhaps because I am heiress of these lands. It could be your blood ties to the land, the base of the curse, that is. If so, forgiving Graham, laying your resentment to rest should lift it. I loved him. I'm prepared to forgive him. But I must know that he regrets what he did. Take my bones to him. He must bury them. This will be our farewell. Will you speak to him? Will you do this for me? Hát egy próbát megír. Fine. I'll talk to Graham. Where will I find him? He lives in the village on the lakeshore, yet... What if he's forgotten me? If he loved you, he'll remember, and want to help. He said he would always love me. Go to him. Make haste, please. Ekkor maradványait el kell vinni, már a földi maradványait is eltemetni. Oké, menjünk. És ilyen patkány kinyitott az ajtót, és kiment. Hová? Geráltnak nagyon nagy gondjai vannak a lépcsőzéssel. Azt kell, hogy mondjam. Jó, akkor elmegyünk a Grahamhez. Ilyen bal kis halászfogba lakik, ahonnan jöttünk, az a Oreton. Talán ez a neve. És elviszünk neki a Annabelle-nek a földi maradványait. Nem? Na, hol a kijárat? Vagy még egy jelentebb? Ja, még egy jelentebb.
Így van, itt lesz. Jó. Na. Indulunk is. Így van, és ide kell jönni. Hát pont onnan a hajót elkötöttük az előbb. Éjszaka közepén. Merre kell jönni, merre. Szegény Grahamet itt fölriasztjuk, hogy figyelj már, itt van a volt csajodnak a maradványai. Földed már őket, léci. Mi van itt? Just wondering what you want from him, from Graham. Me? Didn't want nothing. It's his mother be worried about him. Been locked in his hut since he came back from the Isle. Talks to no soul. Love's misery curdled his brains, I reckon. This be the Witchman, freak of nature. Valami gondja van. Akkor hogy menjünk be? Hogy be lehet menni? Mondjuk, ha kopogunk, akkor kiderül. I wanna talk. You deaf, damn it! I told you! Who are you? I'm a Witcher. Witcher vagyok. Why should I care? I've been to the island. I know what happened there. What do you want of me? I want to talk to you about Annabelle. Annabelle? What can you know about her? I met her. Talked to her. Annabelle's dead. Drank poison. And I couldn't save her. Did you love her? Oi. Something mad. Loved her so deep, I believed we'd come through, believed we'd be together. Of course, it was not to her father's liking. His daughter and a plain lout. Hát igen, akkoriban ez... What happened on Fyke Isle? You gotta tell me. It were Millie, Finch and Faulkner. They rallied the men, all roughs, to go to the Isle, take back what was ours from the noble. They knew I was known at the tower, that the Lord's servants would open the gate for me since I sold them fish. They force you to go with them? No, I saw my chance in it, for Annabelle and me to flee. Then my God, that's so funny. It all spun in a chaos. Our boys from the village, they started killing everyone. Annabelle, they wanted to rape. Twas then she drank the poison. Mage must have gave it her. I ran out the tower hollering that I wanted to die, cursing them all to hell. Don't force me to speak of it. No more, please. It wasn't poison. Annabelle drank a strong sleeping potion. Mage wanted to protect her, make it look like she was dead. Convinced everyone. But that means... Is she... You said you spoke to her. Spoke to her ghost. By the time she awoke, tower was full of cold corpses. And rats. She was warm meat. Rats ate her alive. You mean... She was alive the whole time? But... Can't be. She was cold all through like a corpse. I shook her, begged her, open your eyes. I never thought... It's not your fault. No guilt in not knowing, and you couldn't know it wasn't poison she drank. Gods, what have I done? If I had just stayed behind to bury her, I didn't notice she was alive. It might have ended different, ended well. If you'd stayed on the island, I doubt you'd have survived. I'd take death over leaving her to the rats like that. But there's naught I can do about it now.
wrong on that count. Annabelle needs you. Her soul will only find peace if you help her. But what can I do? It's too late. Bury her bones. Annabelle should be laid to rest by one who loved her. It's the only way to lift the curse that holds Fyke Isle. There's a... her bones. Yes. Give them here. And leave me be. Így lehet a zátkot hát feloldani. Jó, hát mi történt? Graham? She's a pesta, and now she's free. Ez szuper. Az Csóri Grahamet meg kinyírta. Hát ez szomorú. A girl and plated flowers. Looks like a small shrine. Hát megölte Grahamet. Hát ez szívás. Na jó, de mondjuk az átkot azt ezzel feloldottuk, úgyhogy menjünk királyhoz és szóljunk neki, hogy hát a meló az kész. Bár nem ilyen véget kellett volna, hogy érjen a dolog, de hát ez van. Lehet, hogy meg kellett volna harcolni vele. Na gyerünk! Itt is vagyunk! Kívánok. Just when I was starting to miss you. Fyke Isle's free of its curse. And you withheld this news until now? Why? I gave you a Xenovox. Most értem ide. But the curse, what was its source? The dark spell clung to the spirit of Annabelle, the Lord's daughter. To free her and the Isle, Graham, her beloved, had to help me. So it ended well. I lifted the curse, so the island's clear. Annabelle's soul is free. Thing is, turned out she's a pesta. Graham's dead. And you fail to notice? You're losing your touch. Be that as it may, Fyke Isle is free of its curse. That's important. I'm almost inclined to say good work. Mi legyen a lámpával? The lamp. What do you want to do with it? As I said, you may keep it. I don't believe I shall need it anymore, given the Isle's been cleansed. I actually regret not going there with you. Perhaps we can make up for that lost time now. One thing's bothering me. What? Annabelle said Alexander was studying diseases. She mentioned Catriona. You knew this? All the mages knew about it. Alexander was a highly regarded epidemiologist. I would have given anything for an opportunity to study his notes, but he guarded them jealously. All right. Time I was on my way. Perhaps you'd stay just a bit longer. There's one small favor you might yet do for me. What is it? I put in an order for a few substances from Novigrad. The trader was due to be here yesterday, but has yet to arrive. Could you see what happened? The package is rather important to me. Why not? If he was coming here from Novigrad, he must have passed through Blackbow. I'll check the area. Thank you. I shall be ever so grateful. Hát nézzük meg, hogy történhet. Ask a service of the Witcher, the Palamost. A witcherly service, that's to say. What do you need? Tell me. A man who fears no evil, the Pella needs. Forefather's Eve is nigh. We've rites to conduct.
wandering souls to emerge, damned souls too. We've the circle to protect from these wretches. Seems like you could use a witcher, so yeah, I'll help. You'd not refuse, the Pella knew. The time's come to gather the folk. Across the lake we must journey, to Fyke Isle. There in the circle of stones we shall meet. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight, at midnight. Kicsit sok a dolog. Srácok. Meg elvette a questet is. Igen, ez kell. Jó. És akkor ez hol is van? Pontosan? Aha. Jó, hát oda ellovaglunk. És hogy segítünk persze a Pellárnak is, csak... ebbe ezt a királyszálat göngyölítsük fel. Történhetett valami. Wide, heavy wheels, a merchant's wagon. What now, you drowners in a water hack? Jó. Itt akkor körülnézünk, hogy ez a szállítmány ez. Geralt, nincs már itt senki. Geralt, nyugi. Ezeket le kéne így szedni. Hát jó. Oké, és... na nézzünk szét. Hogy valami nyomot látunk-e még esetleg. Aha, itt közlekedtek ezek a... járművek. Járművek? Lovaskocsi. De itt nem látok már máshol nyomokat. Jó, hát akkor kövessük ezt a nyomot. Aha, le is tért az útról. Veered off the road at high speed. Doesn't bode well. Itt vannak a darabjai, vagy hát egy kerék legalábbis. Yeah, merchant traveling across Velen alone. No way that was gonna end well. Hát akkor szedjük össze a cuccot. Human, from an artery. Can't be far. Wouldn't have made it. Artériás vérzéssel, Geralt, nyilván nem. És itt a csomag. Package still intact. No signs of anything magic, but I wonder how this last plane, this one, out of black currant and citrus. Pains the heart. Jó. Hát keressük még meg ezt a pasast. Baszki. Hát.
Bocs, haver. Már eszegette ez a rótfény. Hát igen, ez szívás. It waited for help. It never came. That's villain for you. Oké, jó, hát mindegy, a csomag megvan, az a lényeg. Szevasz, nem zugurzó. Tehát a lényeg, hogy megvan a csomag, úgyhogy mehetünk vissza természetesen lóháton. Mert hát menjenek gyalog az állatok. Move it. És odaadjuk királynak a csomagot. Just when I was starting to miss you. Got those substances you wanted? Splendid. I can finally begin my study of double arboreal racination patterns. But first, brew yourself a mug of mulled wine. Saw what the wagon was carrying. Exquisite meats, expensive wines, Zeracanian spices. Not a speck of magic. Care to tell me what you're up to? I would rather show you. But you must wait a bit. Hát jó. Color me intrigued. Fine, I'll wait. Then shoo, outside. Gonna slip into something more comfortable? Later. Let's not get ahead of ourselves. Well, go on, out. You've been patient, thank you. It's almost ready. If I wanted to see white mice, I'd just get drunk. Note that I said almost. Now don't interrupt. Okay. Third mouse. What happened to it? The spell has a 66.67% chance of success. I always use one more than I need, just in case. So where did... Kira, can I explain what's going on here? Know the fairy tale about Cinderella? Mm-hmm. True story it's based on, too. A Zoogle cropped up in a palace pond and ate Princess Cinderella whole, left behind one slipper, so... I beg you, not another word about Zoogles. Now, to return to the fairy tale, I'd like to escape these ghastly swamps for one magical night. I don't need a fairy godmother. I'll cast the spells myself. But I could use a Prince Charming. It just so happens you're the only decent candidate in all Velen. So, what do you say to a moonlight ride on horseback? And dinner? Sounds tempting. So tempting, I don't think I can refuse. Before we go, Manikel, there's one more thing. Gotta transform a pumpkin into a carriage? No. I shall transform our rancid rags into something more glamorous. Don't wince. It'll only be an illusion, won't hurt a bit. And at dawn, everything will return to normal. Why not? Might as well go all out. Then hold on tight. Gvela Glan. So, what do you think? Neckline too modest? It's just right. Well, I might also have changed your hair color while I was at it. I've always fancied dark-haired men. Oh well, any port in a storm. Well, off we go. Dinner's waiting. Last one there does the dishes. Verseny.
kell nyerni. Nem akarok mosogatni. Milyen romantikus hely. Ősvény mentén egy akasztott ember. Ó, több is. Megérkeztünk. Congratulations. You'd make an excellent jockey. If only I were a foot shorter and 5 stone lighter. Well, yes. But then I'd not have invited you here. Now do you see why I needed those substances? Tehát a vacsorához kellett. Beef and cinnamon and cloves, roasted capon with shallots. It was worth the trouble. Shall I pour the white or the... Dry red. But let it breathe a little first. Well, well, never took you for a wine connoisseur. Think witchers suck the marrow out of drowner bones and wash it down with puddle water? More or less. Well, we've chatted long enough on empty stomachs. Let's dig in. Must have cost you a small fortune. Sure you don't need me to pitch in? Please, I manage. You know, a dozen eggs here, a cock or gander there. Besides, my finances are about to improve. Hogy? How, if you don't mind my asking? I mean, you'd think the only work to be had in Velen would be in farming. Very true. So, I've two options. I can either start cultivating turnips or leave. But that's not what I wish to discuss. Thank you once again, Geralt, for your help with the tower. You were fabulous. Not the first curse I've lifted. But among the most difficult, correct? What happened on that island? Why, I shiver at the thought. And the laboratory. I sincerely hope you burnt everything. The cages, the corpses, the papers. Gyanús. Didn't destroy that workshop, if that's what you're asking. Didn't see any reason to. If Alexander's findings were to fall into the wrong hands. Although, Fykyll has a terrible reputation. Valamit akar azokkal a jegyzetekkel, nekem az az érzésem. Perhaps there's nothing to worry about. I'm sorry. Such a gloomy subject to broach. I simply shouldn't have, not during our romantic dinner. Romantic? Thought we came here as friends. Friends? With benefits. So? Meg kell tenni, srácok. Your fairy tale, your rules. Really? Then close your eyes and count to 10. 1, 2, 3, 4. All right, that's enough. Kira, wanna play hide and seek? Why not? Már csak meg kell találni. Aha. Shame. Could have kept her shoes on. Now where's that Cinderella gone to? Found me. Congratulations. Do I get a prize? I have nothing on me. But I'll think of something. Hát ennyi, srácok. Nem sok ilyen lesz amúgy a játék során, mert nem feltétlenül ide való. De... Know what
they call that constellation in Zerikania? Mondjuk olyan sok nincs is összességében se, ahogy én tudom. No, it has a different name. Közpara. It's indecent, actually. Lean closer and I'll whisper it in your ear. Egfein Navi. Ehet szabad ilyet? Kira? Where? Put me to sleep with a spell. Means she's up to something. Hát igen, már boly, csak... Fike Isle, the tower. Galád módon kihasznált minket, de mindjárt megyünk és megbeszéljük ezt vele. Csak föltesszük a cipőnket, mert mezit láb csak nem menjünk. Szóval rákérdezünk, hogy akkor hogy is volt ez. Mert ilyet nem illik. Ó, azt nincs egy hajó. Na mindegy, Oretonból át Festre belőlünk. Csak kihasznált minket. Menjünk, és akkor nézzük meg, hogy szerintem azok a jegyzetek kellettek neki, biztos vagyok benne. A light, top floor of the tower. Bezony. Igen, ez ilyen. New Game Plus. Na mi az, hogy ki? A jegyzetek. Tudtam, a jegyzetek miatt. Minden a jegyzetek miatt. Látjátok, srácok? Ennyire fontosak a jegyzetek. Yes, thanks for asking. How are you feeling? Sleep well? What do you want with those papers? Why, I aim to use them to continue important work that a man's tragic death put on hold. Alexander was studying the Catriona plague. I'll use his notes to produce medication, perhaps a cure, or at least a vaccine. Mm-hmm. Strictly humanitarian motivations, is that it? Nope, strictly selfish ones. The mighty would pay willingly for such a remedy. Can you imagine how much? Take Radovid, for instance. Why, he might even consider forgetting my past associations with the Lodge. Nem gondolom. Radovid doesn't forget, and Radovid doesn't forgive, especially when it comes to sorceresses. He'll make an exception for me. He'll have to. I have something he wants. Please, you don't believe that. Well, you believe Yennefer will stop treating you like a dog someday. Don't see me laughing. Az igen. I'm going to see Radovid. Tell him of this research, whether you like it or not. Hát nem kéne, meg fogja ölni. Kira, I won't let you do this. We can't allow this research to fall into the wrong hands, and Radovids are as wrong as they come. I'll not give you these notes, I'll not give you anything. Please, don't make me. Shut up and draw your sword. A fene. Hát erre nem számítottam. Now,
lenyom minket. Ezt nem akartam, hogy őszinte legyek. Didn't have to end this way. Hát nagyon sajnálom. Ez így nagyon szomorú lett. Na jó van, srácok. Szerintem itt álljunk is meg mára. Ha csak nem még ez a ghoul itt megtámad minket. De talán tovább megy. Hát nem feltétlenül így akartam befejezni ezt a kis küldit. De hát így alakult. Alapvetően simán csak azt kellett volna mondani, hogy hát ne menjen Radovithoz meg, ne adja oda ezt a receptet neki, mert lenne ennek jobb helye is. Hát sajnos így alakult. Jó. Na, viszont tényleg akkor álljunk meg most itt, mert mára szerintem ennyi elég volt. Ugye megcsináltuk a Griffin scavenger huntokat, már ami elérhető volt, tehát amilyen itt volt Novigradba, Velembe, folytatjuk majd ezeket. Szerdán várható a következő ilyen kis stream. Aztán meglátjuk, hogy meddig haladunk. Hát szerintem a Catskull-gét fogjuk megcsinálni. Fősztorival most egy darabig nem megyünk, most azzal megállunk. Nem csinálunk ilyen mellékküldetéseket, meg ilyesmiket. Jó? Úgyhogy ezeket fogjuk most csinálgatni. Oké is. Na, hát én nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltatok, és néztetek. Szerdán találkozunk, további szép napot nektek. Szevasztok!